Köszöntelek benneteket szeretettel ezen a reggelen. Hát, ha fáradtak vagytok, akkor többek között én is okoztam ezt, mert tegnap picikét megnyújtottuk a tanítást, de azért nem volt köztetek egy eutikos sem, senki nem esett ki az ablakon, sebe, seki. Ébren voltatok, úgy tűnt nekem tegnap, tehát ilyen gond nem volt. Én is egy picit olyan, hogy mondjam, gyorsan aludtam, érzem. Jót beszélgettünk még az este, és mindig zavar, mikor ide jövök. Nagyon szeretek hazajönni Erdélybe, ami zavar, mindig veszitek egy órát. Aztán mindig örülök, mikor megyek vissza, hogy jaj, de egy órával több van megint nekem. Ez így van. És amit Jakab mondott, az teljesen helyét álló, a számból vetted ki a szót, hogy tegnap szóltam a páratlan lehetőségről, ma páratlan kísértésekről lesz szó, és pont ezzel akartam kezdeni a mai tanítást, hogy ez a kettő nagyon is együtt jár. Olyan, mint a pénznek a két oldala, az éremnek a két oldala, az a pénz, aminek csak egyik oldalán nyomtatott, vagy egyik oldalán van bármilyen címer, vagy korona, vagy akármi, az hamis pénz. Amíg ezen a földön élünk, addig egyszerre lesznek lehetőségeink, és lesznek kísértéseink. Akik nem voltatok itt tegnap, ajánlom nektek, nem nagy képűségből, alázattal ajánlom, hogy hallgassátok meg esetleg a tegnap esti tanítást, mert nem fogom megismételni most. Tegnap egy picikét próbáltuk körülírni azt a kort, amiben nekünk, fiataloknak meg kell élni a lehetőségeinket és a kísértéseinket. Ebből csak az utolsót emelem ki, és megismétlem. Az utolsó, ami jellemző arra a kor, azon kívül, hogy próbaházasság, élettársi kapcsolat, életszakasztási kapcsolat, az etika gondolkodásnak a felborulása, felbomlása, kollégiumok liberalizáció, volt egy olyan gondolat itt, hogy miközben évekkel ezelőtt 14-15 évesen értek a fiatalok szexuálisan, már 19-20 évesen házasodtak. Most egy ellentétes mozgást élünk meg, 12-13 évesen már a fiatalok azt érzik, azt hiszik magukról, hogy ők érettek szexuálisan, és a házasságkötésnek az ideje az kezd kitolódni inkább a 30-as év felé, tehát 27-28 éves korra. Ez azt jelenti, hogy egyre nagyobb az a szakasz, időszakasz a fiatalok életéből, amikor értsétek jól, szexuális teljesítésüknek a tejében meg kell élni a tisztaságot. Tehát régen ez 3-4 év volt, ugye? Most pedig sokszor 10, akár 15 évre is kitevődik ez. És arról szóltam tegnap nektek, hogy ezt a 10-15 évet mivel kellene eltölteni. Arról is beszéltünk, hogy mennyire bombáz, ostromol minket a média. Tehát állandóan egy ilyen erotikus felhanggal, bújtatott erotikával teli világban élünk, és minden oldalról hatnak ezek ránk. Főleg a média területén, de nem csak. Tehát rádió, bárhol, ha figyelmes vagy, azt veszed észre, hogy ott vannak ezek a bújtatott üzenetek, ott vibrál a levegőben. És tegnap felsoroltam nektek 10 dolgot, ami lehetőség. Van 10-15 évetek arra, páratlan lehetőség. Csak a címeket mondom el, és aztán rátérünk a kísértésekre. Páratlan lehetőséget kaptál Istentől a tisztaságra, hogy megtanulj tisztán élni. Ez egy óriási lehetőség. Páratlan lehetőséget kaptál a fegyelmezett élet kialakítására. Ebben benne van az időbeosztás, a mozgás, a sport, a lelki gyakorlatok, a bibliaolvasás, az ima élet kialakítása. Páratlan lehetőséget kaptál arra, hogy az ellenkező nemmel kialakítsd az egészséges kommunikációt. Ezt nagyon komolyan meg kell tanulni, mert ha megházasodsz, utána is fogsz találkozni fiúkkal és lányokkal, férfiak és nőkkel, és ha most nem tudsz meg normálisan kommunikálni, akkor mitől fognák később, ha mindig félreértesz, mindig belegondolsz dolgokat a beszédbe. Ezt meg kell tanulni. Most ez egy páratlan lehetőség. Páratlan lehetőséget kaptál arra, hogy a személyiséged kifejlődjön és gyógyuljon, és nagyon szigorúan szóltam arról, hogy a házasság nem arra való, hogy a lelki betegségedet azzal gyógyítsd. Nagyon sok mindenben növeli az önbizalmat, az önbecslést, a társad szeretete, de nem arra kaptad a társadat, hogy kikúráljon téged a depressziódból, a skizoid gondolkodásodból,
a paranoiás féltékenységedből, ez nem, elkaptuk a házasságot, azt most kell kigyógyulni a lelki betegségekből a házasság előtt, ez egy páratlan lehetőség. Páratlan lehetőséget kaptunk kevésbé kellemes dolgokra, olyanra, mint tanulás, ugye ezerrel lehet tanulni. Páratlan lehetőséget kaptunk arra, hogy dolgozzunk, hogy kipróbáld magad a munkában, hogy rájöjj arra, amikor férhez mész, és otthon maradsz a gyerekekkel, hogy nem maradsz ki semmiből, hogy érték és kincs otthon lenne a családodban, és nem kácsingózol állal azután, amit még nem próbáltál meg. Páratlan lehetőséget kaptál arra, hogy független és önálló életet élj a szó pozitív értelmében. Ezt nagyon fontos megtanulni. Kaptál egy időt az Istentől arra, hogy kiformálódjon a személyiséget. És ezt meg kell élni. Szóltam nektek arról, hogy nagyon sok fiatal, aki hirtelen házasodik, nagyon hamar, később úgy éli meg, hogy belettem zárva. És a függetlenség megélésekor én elmondtam ezt nektek tegnap, ez nem arról szól, hogy hepajkodunk és kiéljük az életünket, hanem örömmel élem meg az önállóságot, a szabadságot. Ezt is meg kell élni. Nagy baj az, amikor a házasságba beköszön a megkésett kamaszkor, és megzakkan az egyik fél vagy a másik fél, és azt mondja, hogy jó, hát én még nem is éltem. Nem éltem meg az önállóságát. Ezért nem tud értékelni később a párkapcsolatát. Páratlan lehetőséget kaptál arra, hogy ezzel elég az Úrért. Olyan időszak ez a 10-15 év, amikor olyan módon szolgáltod az Istent, amilyen módon már a házasságban nem. A házasságban is szolgálod az Urat, de másként. Pál apostol beszél arról, hogy miért jobb egyedül neki, mert olyan módon szolgálja az Urat, nem megosztott az élete, nem kell állandóan a gyermekeken, a feleségen, a családján gondolkozni, minden este az Úrnak szállhatja magát. Ez egy lehetőség. És ezt meg kell élni most, később pedig azt kell megélni, hogy teljes örömmel és jókedvel élem meg a házasságomban az Úrnak való szolgálatot, csak ez egy kicsit más, erről szóltam részletesen tegnap. Aztán szóltam arra, hogy lehetőséget kaptál arra, hogy szolgálj önkéntességre. Nagyon sok lehetőség van ma, akár külföldre elmenni, akár belföldön szolgálni, elmenni önkéntesen, fölállni egy évet, kettőt az Úrnak, és dolgozni. És ez nagyon jó dolog, hogy ilyeket lehet tenni. Sok ilyen fiatalt látok, mondtam tegnap nektek, hogy én küldöm őket, bátorítom. Több fiatalunk van, aki mozgássérültek, szellemi fogyatékkal élők között dolgozik egy-egy évet. Most az egyik fiatal kim van Amerikában, egy ilyen helyen dolgozik, felnőtt szellemi fogyatékkal élők között dolgozik. Ez egy különleges világ. És hát elmondta azt nekem, micsoda megtapasztalásai voltak Istennel ebben a közegben. És szóltunk arról tegnap, hogy lehetőséget kaptál arra, hogy fölkészülj az érett szerelemre. És tegnap még szóltam a végén arról, hogy mi jellemző az érett szerelemre. Hát akkor most egy picikét rátérünk arra, hogy vannak páratlan kísértések is. Tehát nem csak páratlan lehetőségek, hanem kísértések. Viszont nagyon fontos látni, hogy az, aki a lehetőséget megragadja, és igyekszik azt, hogy mondjam, csúcsra járatni a lehetőségeit, annak a kísértéseik vissza lesznek szorítva. Minél kevésbé fedezett fel az egyedülétnek az áldását és a lehetőségét, annál több kísértés fog begyűrőzni az életedbe. Annál inkább elbúrjánoznak benned ezek a kísértések, és meg is folythatnak. És nagyon döbbenetes látni, hogy figyelem a fiatalokat. Ugyanaz a kor. Az egyik sportol, tanul, szolgál, éli az életét, az önálló örömtel életét, a másika pedig 15-16 és belegabolódik mindenféle kapcsolatba, és aztán elveszíti a baráti kapcsolatét. Na ilyenek vagyunk mi. Mikor látjuk azt, hogy alakul valami, akkor mit csinálnak a többiek, a kortársak? Hát úgy szépen visszavonok. Azt mondják, ő már foglalt, ő neki van valaki, ő el van ezzel foglalva, ugye? Hát nem kell nekünk ott, mit keresünk már ott. Tehát, és nagyon sok probléma származik ebből. Én többeket lehigondoztam, akik 15-16 évesen sülvefő együtt voltak, sajnos együtt is éltek, később majdnem ráment a házasságuk. Rengeteg. És élhették volna lehetőségek ideig, de nem élték. Tehát, még egyszer mondom, a legjobb harc a páratlanság kísértése ellen a lehetőségek
fölfedezése és kiaknázása. Szoktam azt mondani, hogy kívánság ellen legjobb a kívánsággal harcolni, nem? Van a tizedik parancs, hogy ne kívánd a te fele barátod házát, ökrét, feleségét, semmiét, nem? Na, de nem azt mondja, a sajátodat ne kívánd, hanem a fele barátodét. Tehát én hogyan győzhetek a felet, hogy ne a más feleségét kívánjam, úgy, hogy kívánom a kit? Hát sajátomat, nem? Ilyen egyszerű. Kívánság ellen kívánsággal lehet győzni. És hadd mondjam nektek, hogy a kísértések felett nagyon jó lehet győzni azzal, hogy látod a lehetőségeidet, és azokat megragadod, és azokért élsz, azoknak élsz. Hát akkor egy történettel kezdem, és utána picikét ki fogom bontani, jó? Nem a történetet, hanem néhány konkrét kísértési területet fogok felsorolni, hogy ez a kor, amiben vagytok, az milyen kísértésekkel jár. Egy nagyon jól ismert történetet olvasunk fel a Bibliából, keresétek meg a Mózes első könyve 39. részét. Mózes első könyve 39. részét keresétek meg. Kedves testvérek, álljunk fel, jó? És testvérnő. Jó. Szóval, Mózes első könyve 39. rész. Még egyszer csak annyit mondok, hogy ha úgy részletében érdekel ez a 10 lehetőség, ezt hallgassátok meg, mert nagyon fontos az, hogy előbb ezt kell megtanulni ahhoz, hogy győzni tudja kísértés felett. Amikor Józsefet Egyiptomba vitték, megvásárolt őt az izmaelitektől, akik oda vitték, egy egyiptomi ember, Potifár, a fáraó főembere, a testőrök parancsnoka. De az Úr Józseffel volt, ezért szerencsés ember lett, és egyiptomi urának a házában élt. Látta az Ura, hogy vele van az Úr, és mindazt eredményessé teszi az Ura, amihez hozzáfog. Megnyerte József a jó indulatát, és házi szolgája lett. Azután háza felülegyőjévé lettette, és rábízta egész vagyonát. Attól fogva, hogy házának és egész vagyonának a felügyelőjévé tette, megáldotta az Úr az egyiptomi ember házát Józsefért, és az Úr áldása volt egész vagyonán, ami házban és a mezőn volt. Ezért Józsefre bízta egész vagyonát, és semmire sem volt gondja mellette, legfeljebb csak arra, hogy megegye az ételt. Na, nem rossz, ugye? Evetke. Józsefnek szép termete és szép arca volt. Úgy mondják ennek ma, hogy jóképű. Ugye? Megyünk tovább. Ezek után az történt, hogy Józsefre szemet vetett urának a felesége, és ezt mondta, hájj velem, ő azonban vonakodott, és azt felelt ura feleségének, nézd, az én uramnak semmi gondja sincs mellettem háza dolgaira, és rám bízta egész vagyonát, senki sem nagyobb nálam ebben a házban. Semmit sem tiltott el tőlem, csak téged, mivel te a felesége vagy. Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot, vétkezve az Isten ellen? Bár az asszony nap mint nap ezt mondogatta Józsefnek, ő mégsem hallgatott rá, hogy mellé feküdjék, és vele legyen. Egy napon az történt, hogy bement József a házba munkáját végezni, és a háznép közül senki sem volt házban. Ekkor megragadt őt az asszony ruhájánál fogva, és azt mondta, hájj velem! Ő azonban ott hagyta ruháját az asszony kezében, futásnak eredt, és kiszaladt. Amikor az asszony látta, hogy kezében hagyta ruháját, és kifutott, összehívta a háza népét, és ezt mondta nekik, nézzétek, egy héber embert hozott hozzánk, és az csúfát ez bennünket, bejött hozzám, hogy velem háljon, de én hangosan kiáltottam, amikor meghallotta, hogy hangosan kiáltozni kezdek, nálam hagyta ruháját, és futásnak eredt, és kiszaladt. Az asszony magánál tartotta József ruháját, amíg az ura haza nem jött, akkor így beszélte neki a dolgokat. Bejött hozzám a héber rabszolga, akit ide hoztál hozzánk, hogy csúfát tegyen engem, de mikor hangosan kiáltozni kezdtem, nálam hagyta ruháját is kifutott. Amikor az ura meghallotta a feleségének a szavait, amiket neki mondott, ilyen dolgot tett velem a szolgád, akkor haragra gerjedt, fogta Józsefet az ura, és abba a börtönbe vetette, ahol a király fogjait tartották fogva, ott volt börtönben. De az Úr Józseffel volt. Drága Úr Jézusom, köszönöm neked ezt a délelőttet.
És köszönöm, hogy a te igédnek van erre is hatalma arra, hogy felüdítsen bennünket. Először engem kérlek, hogy újíts meg, frissíts meg, üdíts fel, és utána kérlek téged, hogy árazd az élővíznek folyamait. Uram, nincs nekem semmim, mindenem te vagy mindenem, és ha ezt tudom adni, akkor mindent tudok adni. Ha ezt nem tudom adni, akkor semmit se tudok adni. Kérlek arra, hogy te áld meg a következő perceket. Amen. Foglaljatok helyet. Hát a József története egy klasszikus ószegységi történet. Hogyan válik a kedvencből kegyvesztett? Olyan furcsa, hogy ismétlődnek a hibák, amiket elkövetnek generációk. Olyan döbbenetes látni azt, hogy megismételünk bűnöket a családi kötelékeken belül. Az első én hibát, a személyválogatás hibáját, a kedvencek hibáját Rebeka és Izsák követte el, amikor megromlott a kettejük házassága, és maszek módon próbálták beszerezni a szeretetet a gyerekeiktől. Ez egy nagyon nagy csapda, kerüljétek el. A gyermekei nem arra valóak, hogy mondjam, privát és illegális szeretetet szerezünk be tőlük. A gyerekei nem arra valók, hogy azt a szeretetet szerezünk be tőlük, amit a társunk kellene megadjon. Izsák és Rebeka házassága megromlott, bár igazi kóser baptista házasság volt, mindig ezt szokták mondani példának a baptista prédikátorok, hogy így kell ám nősülni, héttevét megitatni, meg egyebek. Le van ott szépen írva, hogy hogy kell nősülni, ugye hogy kell kiválasztani a feleséget, meg a férjet, de szeretném elmondani, a legjobb házasság is tönkre megy, ha közben nem figyelünk az Istenre. Ez történt Izsák Rebekával kapcsolatával. És olyan szomorú látni, hogy amikor Ézsónak ugye az apukának volt a kedvence, ugye az apukának finomakat főzött, az anyukának, aki sima bőrű Izsák volt a kedvence, vagy Jákob, bocsánat, sok disznóság történik ott, megvezetik az apjukat, becsapják a vakapukát, döbbenet, szóval nem akarok ebbe kitérni. Utána azt látjuk, hogy Jákob ugyanabba a csapdába belesik. Ugyanezt a hibát elköveti. Van 12 fia, és kiválaszt egyet magának kedvencként, és ez a kedvenc, ez József. És tarkaruhát készített neki. Nem az a baj, hogy Józsefnek tarkaruhát készít, hanem az a baj, hogy a másik 11 nem csinál tarkaruhát. Tehát ez, hogy de neked, de te vagy a kedvenc, Józsikám. Aztán mennyi, aztán hozd a híreket, te vagy a bizalmasom, ugye? És Józsika kiszolgálja az apukát, mit tudja más csinálni, nem? Kiszolgálja az apukának a vágyait. És az, hogy József egy ilyen nagyon fura helyzetbe kerül, az többek között az édesapjának is a következménye viselkedésének. De, és itt meg kell jegyezni, Isten Józseffel van, szereti ezt a fiút. Bár az édesapja sok mindent elront, Isten vele van és szeret. És szeretném nektek elmondani bátorításként, ha vagytok itt olyanok, akik zűrös családból jöztök, nincs elveszve semmi. Nincs megpecsételve a sorsod. Isten terve és álmai az életedbe attól, míg beteljesedhetnek. Azért mondom el, mert sajnos, hogy a kereszténység nem garancia arra, hogy te egy harmonikus családból érkeztél ide. Azért beszélek erről, mert sok fiatalra beszélgettem már, és volt rálátásom arra, mi minden történik sokszor egy-egy otthonban, egy-egy családban. Tehát ha úgy jöttél ide, hogy zűrös a szüleid kapcsolata, ne félj. Nagyon sok fiatalra beszélgettem, aki azért fél a házasságtól, mert azt mondja, hogy hát ha úgy kell élni, mint a szüleim, soha. Inkább nem. Ne félj. Sokért imádkoztam, Isten szabadítsa meg a félelmet, adjon nekik bizalmat, Isten felé, egymás felé, bátorságot, hitet és reménységet. Ne félj! Bármi romlott el, bármi tört össze az életedben, Istennek van hatalma helyrehozni. És ez a József különleges álmokat kap Istentől, különleges látásokat. Talán túl éretlen, hamar elkottyintja, elmondja, emlékeztek a 10-11 kalász, meg egyebek, ugye? Meg a nap, meg a hold, meg a csillagok, ismerősnek az álma, nem akarok erről beszélni. És megharagusznak rá a testvérei. És ők eldöntik azt, hogy na József, gyere csak te álmodozó, megvalósítjuk mi az álmodat úgy, hogy soha többet nem lesz neked kedved álmodozni. És bedobják a kútba, meg akarják ölni, aztán van egy, azt hiszem Ruben,
Ő az, aki megmenti. Valaki azt mondja, hogy ne üljük meg. És nagyon érdekes látni a történetben azt, hogy el akarják adni rabszolgának, de Isten túljár az eszükön. Milyen eladnák, jönnek a midiánitek, ugye, aztán elhapolják az üzletet a tesók elől, és eladják rabszolgának Józsefet Egyiptomban. Na, ez az álmok csúcsa, ugye? A kedvencből kegyvesztett. Kiszakítva családból, van 11 tesód, aki legszívesebben megölt volna, és eladtak, és ott vagy Egyiptomban elárultan. És nincs ott apuci, ugye, aki engem úgy szeretett. Ugye? És lehet még azt se tudják, hogy élek. Mert hát nem tudom, mit tudott József arra véres ruháról, de hát biztos volt abban, hogy próbálták őt úgy eltüntetni, hogy Jákob soha többet ne lássa őt. El vagyok felejtve, el vagyok veszítve, el vagyok árulva, el vagyok árulva. Hát van ennél rosszabb? Volt már ilyen érzése? Volt? Volt? Nem volt. Akkor adj hálát, de ha volt, akkor halld meg az Isten szavát ebből az égéből, hogy Isten szeret. Egyszer katolikus lelkipásztor mesélte, hogy 21 évesen elment a lelki atyához, nagyon csalódott volt, sok csalódáson ment át, és ment, és mondta a panaszát. És a lelki atya idős bács, hogy egy kicsit elmosolyodott, meg begurult, hogy lehet az én a legkomolyabb dolgaimat, mondom, és mosolyog rajtam az én lelki vezetőm. Aztán megáll a bácsi, azt mondja, Feri, jól hallom, hogy te most nagyon csalódott vagy, meg nagyon magányos. Hát persze, hát végre, hallja, hát. Akkor bácsi még jobban elkezdett mosolyogni, azt mondja, tudod, Feri, ez egy kegyelmi állapot. Kegyelmi állapot arra, hogy észrevedd, hogy veled van az Isten. Tudjátok, a leghúsbavágóban, a legerősebben akkor érezzük azt, hogy velünk van az Isten, amikor úgy érezzük magunkat, mint József Egyiptomban. És ő ott fedezi fel, hogy velem van az Isten. Sokkal mélyebben átéli, hogy velem van az Isten, hogy ott van az Isten, hogy van egyáltalán Isten. Hogy kipróbálhat, hogy rábízhatom magam. Itt élesbe mennek a dolgok. Ez már nem, hogy mondjam, baptista gyerekeknek a többedik generáció, és akkor azt mondta apuka meg anyuka, nem. Ez arról van szó, hogy itt meg kell tanulni, hogy mit jelent Istenre bízni magam. Kegyelmi állapot? Nos, van ilyen, hogy ez kegyelmi állapot. És József ezt kóstolgatja. És olyan különös látni is ez a szó, hogy veled van az Isten. Az első, és ezt már mondtátok itt, Jakab is mondta, meg az imóra vezetők, hogy a kísértések idején a leghatalmasabb mondat, ami létezik a Bibliában, hogy Isten ott van veled, és melletted a kísértésekben. Ott van. Drasztikus váltások következnek be József életében, és olyan csodálatos, eladják, rabszolgaként kezdi, aztán lesz belőle házi szolga, aztán lesz belőle családi vállalkozásnak a vezetője, magyarán Potifárnak a menedzsere lett József. Olyan jó menedzsert talált, hogy egyéb dolga sem volt, csak zabálni kellett neki, képzelve. Tömte magát. Gondolom, ebből fakadóan nem lett egy idő után túlságosan vonzó a felesége számára, most én nem akarok ki messzenő következtetéseket levonni az igéből, de na, sok minden van, ami benne lehet ebben a történetben. Ez viszont nem biblia magyarázat, ez inkább exegézis. És akkor menjünk tovább, és szeretnék arról szólni, hogy minden lehetőségben azért ott vannak, amit mondott Jakab, ott vannak a kísértések. Tehát úgy tűnik, hogy Józseffel vele van az Isten, és kezd kimászni a gödörből, és fölfelével azt mondja, hogy mindent rábízott. És Potifár maga észtette, ha valamit én erre a fiúra bízok, jobban járok, mint hogyha én csinálom ezeket a dolgokat. Mert áldás van rajta. Mert amire hozzányúl, amire ráteszi a kezét József, azon áldás van. És hát elmegy otthonról Potifár, mert ugye van egy jó menedzsere. De otthon marad a feleség. És ott van ez a József, nélkülöző szülői szeretetet,
a szülői gyengétséget. Tele van a lelke sebekkel, fájdalmakkal, megsebzetten. Igazán nagy szüksége lenne szeretetre. És figyeld meg azt, hogy a sátán mennyire ismeri azt, hogy mire van szükséged. Jézus megérzett 40 nap után, és egyből jött az ördög, hogy kínálj neki eledelt. És Jézus azt mondta, kösz, éhes vagyok, de nem a te kezedből. Tehát nem kérek tőled. Majd rólam gondoskodik az én atyám, de nem a te kezedből fogok enni, ördög. Na most az ördög nagyon jól tudja a szükségleteinket, és amiről ez a 10-15 évre beszélek, akkor tudnod kell azt, hogy ennek a kornak megvannak a maga szükségletei, vágyai. Szüksége van Józsefnek szeretetre, szüksége van megértésre, szüksége van gyengétségre. Nincs itthon a főnök, itthon van a feleség. És a feleség észrevette, hogy József jóképű, és azt mondja, hogy hálj velem, nincs itthon a férjem. Erre mondja a világ, hogy lehet ezt kihagyni. Ugye, van egy barátom, aki elmondta, Budapesten él, és elmondta, hogy stoppost vett föl. Tényleg stoppos volt az illető, de mikor hazavitte, pontosabban letette volna abba a faluba, hogy ment hazafele Pestre, hát a kedves hölgy különféle szolgálatokat kínált föl a kedves barátomnak. És a barátom teljesen zavarba jött. És akkor ránézett, és azt mondja, te, én sajnálok téged. Ilyen olcsón adod magad? Ennyire értékeled? Ennyire becsülöd te magad? Hát nem veszed, hogy értékes ember vagy. Hát ön így zavarba, hogy kiugrott a kocsiból. Hazament, elmondta a kis csoporton, és a kis csoportjában voltak persze nem hívő szomszédok. Hogy lehetett kihagyni? Hogy lehetett kihagyni, ugye? Ez jön le a világnak. Hogy lehetett kihagyni? Ilyen a világ. Így gondolkoznak. Ez a közgondolkodás. Hogy ezt nem lehet elszalasztani. Ez egy lehetőség, ezt nem lehet elszalasztani. Csak hogy van itt valami nagyon fontos. És itt jön a kísértés. József, lám, valaki szeret. Valaki törődik veled. Valaki odafigyel rád. Valaki gyengéden kötődik hozzád. Mondjam még, hogy mi minden csúdos ilyenkor az ördög. József, ki van éhezve a szeretetre? Ki van? Ki? Ki? És képzeljétek el, hogy ő nem olvasta a példabeszédek könyvét, ahol le van írva, hogy őrizkedj az idegen asszonyától, más asszonyától. Őrizkedj, mert halálba visz az ő lába, majd találkozol a haragos férjével is, őrizkedj tőle. Hadd beszéljek maiul. Ma divatos Magyarországon arról beszélni, hogy fiatal fiúk szűzességét tapasztalt nők veszik el. Értitek? Tehát tapasztalt nők, akik tudják, hogy hogy kell szexuális életet élni. Azért beszélek erről, mert ez egy reális kísértés. És hát Potifárné tapasztalt nő volt, nem? Tudta, hogy kell ezt élni, csinálni, és gondolta, hogy milyen jó itt van a szolga. Hát adjon még egy új feladatkört neki, nem? Legyen több, mint menedzser. És lehetne itt beszélni a munkahelyekről, és lehetne itt beszélni a visszaélésekről, és lehet itt beszélni arról, amikor főnökök visszaélnek lányokkal szemben arról, hogy ők főnökök. Olyan sok mindenről lehet itt beszélni, de gondold végig, hogy ebben a történetben ez mind benne van. Minden ilyen kísértés, ami jelentkezik. Tapasztalt emberke bevezesse a tapasztalatlan fiatal. De az Úr Józseffel volt. És hadd mondjam az evangéliumot, hogy Isten melléd áll a harcaidban. Ott van melletted. És napokon át, képzeld el, tehát ez nem arról van szó, hogy egyszeri kísértés, folyamatosan megy a kísértés, a provokálás. És József bírja és állja a sarat. Nem semmi, hogy mennyire vehemens és agilis volt ez a nő, olyannyira, hogy egyszer, amikor Józsefom dolgozott benne az épületben, akkor oda ment hozzá, és megragadt őt, hálj velem. Tehát itt már nem verbális és vizuális kísértésekről van szó csupán, hanem itt már tetleges cselekvésbeli kísértésről. És
Itt szeretném elmondani neked azt, hogy az Isten ott van minden körülmény közt az övével. Az Úr Józseffel volt. Amikor a páratlan kísértésekről beszélek, akkor szeretném elmondani, hogy a páratlan kísértésekben ott van az Isten páratlan segítsége. Emberelőtt meghaladó kísértés még nem ért titeket, de hű az Isten, aki a kísértéssel együtt el fogja mit készíteni? A szabadulás útját. Isten minden kísértéskor elkészíti számodra a szabadulás útját. Nagyon nagy a tét. Nagyon nagy a tét, mert látszólag úgy néz ki, hogyha József belemegy ebbe a kísértésbe, még jobb dolga lesz. Nem csak a főnöke fogja szeretni, hanem a főnöknő is, nem? Ugye? Hát így jó, ennyi jóban nem lehet megalapozni egy munkahelyet. Jóban lenne a főnökkel, meg a feleségével. Magyarázom tovább. Hát lehet ennél jobban felépíteni egy karriert? Látszólag úgy néz ki, de vedd észre ebbe a történetbe, hogy a sátán el akarja lopni József álmait. Mi volt az álom? Hogy egyszerű majd egy nagy ember lesz. Ugye? Erről szólt az álom. Ha József belemegy ebbe a játékba, nem kerül a börtönbe. Ha nem kerül a börtönbe, nem tudja meg a fáró, hogy van egy államfejtő zsidó az országban. Ha nem tudja meg a fáró, jön az éhínség. Na most tudom, hogy ezek ilyen, csak ilyen pörgetem az agyam, meg pörges te is velem együtt. Játszok a gondolattal, de arról van szó, hogy az ördög el akarja lopni az álmaidat. És hadd mondjam azt nektek. Nagyon sokan, nagyon olcsón adjátok el az ördögnek az álmaitokat. A boldog jövőtöket, az egészséges párkapcsolatotokat. Ézsó egy tál lencsért eladja Jákobnak az elsőszülöttségi jogát, azért csak mert éhes. Most azért csak mert szexuálisan éhes vagy és étvágyad van. Ne add el a jövődet, ne add el. Ne vidd vására bőrödet, óvakodj ezektől a dolgoktól, mert többről van szó, mint egy kalandról. Sokkal többről van. Itt nagyon nagy a tét. Arról van szó, hogy vagy leszel az, aminek Isten szánt téged, vagy nem leszel az, aminek Isten szánt téged. Vagy betesednek az életedben Isten tervei és áldásai, vagy az egész elúszik. Nagyon nagy a tét. És nagyon nagy a kár. És azért mondom el nektek, hogy figyelmeztesselek, hogy kapjatok tartást ebből a történetből, erőt, hogy lássátok át a csapda helyzeteket. Mert a tisztaság aznak ára van. És ez volt az útja annak, hogy József Istentől kapott álmai betessegyenek. Úgy is rajzolhatnám, hogy vannak álmok, és ehhez képest József folyamatosan merre megy? Lefele. És mikor legmélyebben van a fáró börtönébe, tehát már nem csak rabszolga, hanem fegyenc. Érted? Ráadásul igazságról fegyenc, akkor van legközelebb mihez? Mihez? Ahhoz, hogy betessének az álmai. Van Nietzsének, tudom, hogy nagy pogány volt, de van egy jó mondása. Azt mondja, hogy amikor legsötétebb az éjszaka, akkor van legközelebb a hajnal. Nem furcsa? Mikor volt Jézus élete legsötétebb? Nagypénteken, nem? Mikor volt legközelebb a feltámadásához? Nagypénteken. Tehát ne hihedj meg, az életben lesznek nehézségek, lesznek próbák. És tehát úgy érzed, hogy ó, uram, hát olyan szép álmokat kaptam, de hát ez minden csak nem a beteljesülés, ez minden csak nem arra visz. Hát segítsünk már be a jó Istennek, nem? Próbáljunk rá segíteni. És akkor itt jönnek a csapda helyzetek. Nem? Hidd el, hogy Isten megteszi, ami rajta múlik. Tulajdonképpen a jellemnek és a tisztaságnak egy óriási próbáján megy át József. Nagyon sokan szeretnétek szép jövőt, de nem vagytok hajlandók megfizetni az árát. Meg kell fizetni az árát.
És akkor még egy picit megállok itt ennél a történetnél, és szeretném, hogyha beleélnéd magad József fejébe. Kit érdekelek én? Én egy rabszolga vagyok. Szüleim nem látnak, nem tudnak rólam, lehet azt se tudják, hogy élek. Tesóim gyűlölnek, nincs senkim. Kit érdekel az, hogy én mit csinálok? Úgy szeretném a szívedbe sugni. Van valakit érdekel, hogy mit teszel. Valakit érdekel, hogy te hogy élsz. Valakit érdekel, hogy mit nézel a számítógépen, milyen filmeket nézel este 11 után, ha egyáltalán kell, akkor filmeket nézni. Valakit érdekel. Valakit érdekel, hogy hogyan éled meg ezt a 10-15 évet. Istent nagyon, de nagyon érdekli. És ne mondd azt, hogy én elfelejtett rabszolga vagyok. Kit érdekel? Ki mit csinál egy rabszolga Egyiptomban? Isten tud rólad, és tud a harcédról, a kísértéseidről, és elkészí a kimenekedés útját. És itt szeretnék különbséget tenni a kísértések között. A Biblia legalább kétfajta kísértésről tud. Az egyik kísértés az, amikor az ember a salát vágya és csalogatja és viszi csapdába. Ugye? És erre mondja az ige, hogy az Isten senkit nem kísért ilyen módon. Mi kísértjük magunkat, meg a világ. Aztán van a másik, amikor beleesünk a kísértésbe. A peripiptó szó azt jelenti, hogy beleesni valamibe. Például a Jeruzsálemből Jerikóba menő férfi beleesett a rabló kezébe. És akkor Jakab azt mondja, hogy teljes örömnek tartsátok azt, amikor különféle kísértésekbe estek, akkor ott arról beszél, hogy örülj, ha csak akkor ezt a kísértésbe, amikor nem te kerested magadnak a csapdahelyzetet, hanem ez volt a körülmény. Hát azért van különbség a között, ez nem arról szólt, hogy József megtervezte. Igen, van Egyiptomban egy gyönyörű nő, úgy hívják, hogy Potifárné, és én megtervezem, hogy eljussak oda a házába a szolgának, és én szeretnék egy kapcsolatot létesíteni vele. Nem tudom, értitek? Hanem József beleesett ebbe a körülménybe, nem? Mint egy csapdába. Nem ő kereste magának. Mondok erre egy profán példát. Puskázás. Szégyelem. Sokat puskáztam. Sokat. És tudod, amikor írod a puskát, az már nem kísértés, az már a bűnre való készülés. Már amikor írod, már készíted magadnak a csapdát, ugye? Voltak különféle technikáim, nem akarok most ötleteket adni. És ugye, na ez az, amikor te magadnak készíted elő mit? Mit? A csapdát, nem? Na de egész más az, hogy tanulsz, és elmész a suliba, és kiesik egy információ. És olyan olvasható a pattársad írása, ugye? Nem? Na ez, amikor beleesel a kísértésbe, ugye? És el kell döntsd, hogy most akkor inspirálódsz, vagy nem. De a másik az, amikor te magad készítetted ezt elő. Tehát különbség van kísértés és kísértés között. Az egyik az, amikor mi magunknak állítunk csapdákat, és nagy jámború megyünk bele. A másik, amikor kerülöd, menekülsz az ifjúkori kívánságokat, folytasd, kerüld. Tehát menekülsz, kikerülöm. Na de volt egy helyzet. Ugye? Elmentem az újságárus előtt. Vagy bejött egy olyan információ, amit ki kell azon nyomni. Vagy lehetne sorolni, hogy mennyi módja vannak, amikor kerülni kell ezeket a csapdahelyzeteket. Hát én néhány szót azért Potifárnéről is ejtsünk, jó? Ne csak Józsefről. Figyeljétek meg, hogy ez az őrült nagy szenvedély mennyire szerette Potifárné Józsefet. Mennyire szerette? Mennyire? Nagyon? Emlékeztek, tegnap szóltam az érett szerelemről. Csak 9 pontból, 10-et elfelejtettem. Szerette Potifárné Józsefet? Dehogy szerette. Ahogy a szenvedély, a vágy nem jön össze, pillanatokat olyan gyűlöletbe és haragba csap át, megvetett, nem kellek neki, megalázott. És akkor József menek, és ott van a ruhája, és ezt egyből felhasznál, és ellene fordít Józsefnek. Iszonyat. Tehát képzeld, hogy tisztán és ártatlanul élsz, és mi kapsz két sallert. És bezárnak a börtönbe, azért, mert te tiszta vagy.
Néha ez az ára annak, hogy Isten álmai betesüljenek az életedben. Néha ez az ára. De érdemes megfizetni. Akkor most néhány konkrét dolog, jó? Tehát beszéltünk Józsefről, a páratlan kísértéséről, ami a páratlanságából is adódott. De ezt el kell mondjam nektek, hogy majd sokkal durvább és kegyetlen világban élünk, mint régen. Ma már az sem védelem, ha van párod. Az emberek irgalmatlanul gázolnak bele egymás házasságába, egymás életébe. Ez már nem feltétlen védelem ma, hogy gyűrű van a kezeden. Tehát ma egy nagyon furcsa világban élünk ilyen szempontból, de mégis szeretnék néhány dolgot elmondani. A páratlanság kísértései, vagy páratlan kísértések. Magyarul fogok beszélni, felnőtt fiatalok között vagyok, remélem, meg fiatal felnőttek között, ugye? De mondjuk azt, hogy a 18 év felettiek felnőtt fiatalok, és a 30 év alattiak, vagy 40 alattiak fiatal felnőttek, jó? Amit tegnap is mondtam. Akkor nézzünk egy néhányat. Az egyik páratlan kísértés ebben az időszakban, főleg a fiúknál, de nem csak, az önkielégítés. És nagyon sokszor azzal magyarázza meg a sátán neked azt, hogy hát valahol le kell vezetnem azokat az energiákat, a hormonaimat, valamilyen módon meg kell éljem, le kell vezetnem. Hát ha nem élhetek a házas életet, várnom kell a társamra, hát teljesen jogom van erre. És hadd mondjam nektek azt, hogy a kísértés az itt zajlik. Itt megy egy nagyon nagy párbeszéd mindig, amikor vétkezel ezen a területen. És azt mondják, hogy teljesen természetes. És találkoztam olyan fiatal, aki elmondta nekem, hogy hát ez egy normális dolog. Hát néhány dolgot szeretnék elmondani, hogy mi a probléma ezzel. Nem maga az, amit csinálsz, az a legnagyobb probléma. A legnagyobb probléma az önzés. Nekem ehhez jogom van. Nekem jogom van egyedül, önző módon örömöt szereznem magamnak. És hadd mondjam nektek, hogy ez a viselkedés, ez tud rögzülni. Itt nem azokra az alkalmi dolgokról beszélek, ami minden kamasz átesik, hanem arról beszélek, hogy már régen túl vagy a kamaszkoron, és ez a dolog rögzült. Mert az, hogy kamaszkorban a kamaszok ezen átesnek, az egy sajnos ez egy tény. Fölfedezi az ember a maga testét, megismeri. Ezzel még nincs nagy gond. De amikor rögzülnek ezek a dolgok, abban egy nagyon nagy veszély van. Önző módon. Én, csak én akarok örülni magamban és magamnak. Önzés. Egoizmus. És ha ez uralkodik az életed felett, ez később meg fogja határozni a házasságodat. Nagyon sok fiú, meg lány is azt hiszi, hogy majd, ha megházastok, akkor ez úgy magától elmegy. Nem megy el magától. Ebből meg lehet szabadulni, ki lehet belőle jönni. De attól még, hogy társad lesz, ezt tud rögzíteni. Sőt, kiadhat a házas életetekre. Mi a baj az önzéssel? Az a baj az önzéssel, hogy magát a szexualitást Isten úgy találta ki, hogy egymásnak szerzünk örömet. Nem? Az egész úgy van kitalálva, hogy egy férfi akkor boldog, ha látja feleségét boldognak, és fordítva. És hogyha én csak azt tanultam meg, hogy én magamnak hogy szerezek örömet, ezt az egoizmust viszem a kapcsolatba bele. És csak az lesz nekem a fontos, hogy én boldoguljak, és én legyek boldog, és rengeteg frusztrált házasság létezik, ahol nincs harmonikus, szexuális élet. És többek között az önkielégítésre vezethető vissza. Azért beszélek ennyire világosan és magyarul, hogy ti is magyarul értsétek, és imádkozzatok szabadulásért, ha netán van ilyen megrögzöttség nálatok. A legerőteljesebb íg az önkielégítéssel szemben, tudjátok meg? A férfi nem ura maga testének, hanem a feleség. A feleség sem ura maga testének, hanem a férje. Érted? Hogy azokat az energiákat, amiket adott neked Isten, azokat arra adta, hogy egy párkapcsolatban ketten örüljetek együtt neki. Érted? Ketten együtt örülni. Tehát nem maszek módon, nem önző módon. Tehát biztos észrevettétek, hogy nem vittem el nagyon ilyen szellemi irányba ezt a témát. Nagyon fontosnak látom, hogy gyakorlati módon megértsétek ezt. Az önkétésben a legnagyobb bűn az önzés. Aztán ami ez még társul a gondolkodás, meg lehet itt sok mindenről beszélni, mi mindenen gondolkodnak az emberek ilyenkor, és rögzül. Nagyon sokak számára az önkétés menekülés. Adi hamis
örömöt, meghittséget, biztonságot. Theodor Bovetnek van egy könyve, már nem tudom, hogy ma is létezik, régen volt az ő könyve, még én a 80-as évek végén olvastam, az a cím, hogy Félelem és elrejtettség. Nagyon sok fiatal életében nem is a szexualitáshoz kötődik az önkielégítés, hanem a félelem és az elrejtettséghez. Feszült a légkör a családon, menekül a gyerek, elbújik, valahol egy hamis meghittséget, biztonságot keres. Sok minden rögzítheti ezt az embert az életében. Hát azért mondom el nektek, mert nagyon sokan ezt a témát úgy kezdik, hogy nem kellene. Hogy majd ez lesz veled, beteg leszel, ilyen leszel, olyan lesz, azt ráhozzák a fráz szerencsétlen fiatalra, hogy átkozottnak érzi magát, és hülyének érzi magát. És azt hiszed, hogy csak én vagyok ilyen szerencsétlen hülye. És ez elcsepegteti benned az ördög, megásta a sírodat. Nem vagy az. Isten szeret, és ki tud belőle hozni. De nem a házasság fog kihozni, nem, hanem az ő igéje, az ő szeretete, az ő közelsége, az ő tisztaság, az ő szentsége, Jézus vére meg tud minket tisztelni minden bűnt. Megyek tovább, egy másik páratlan kísértés, ez inkább a fiúkra jellemző, a pornográfia. Nagy irodalmú, ennek lehetne erről rengeteget beszélni. Néhány dolgot, a legfontosabbakat mondom el nektek. Mi a baj a pornográfiával? Egy, hazugságot ülteted a fejedben a szexualitásról. Egy totál hazug világ, egy nagy álmítás a pornográfiák. Láttam egyszer magyar filmet, nem sok filmet nézek, Üvegtigris, igazi kis magyar valóság, Rudolf Péter játssza a főszerepet, az egyik főszerepet benne. Az Üvegtigrisben van egy olyan rész, ahol forgatnak a forgatásról. Értitek? Tehát nincs bennette direkt erotika, csak indirekt. És azt kérik a szerencsétlen pornófilmet forgatóktól, hogy még kérünk egy kis sikítást, egy kis ezt-azt, mert még szükség van rá. Szóval a lényeg az, hogy néz a szerencsétlen fiú ezt az egészet, és azt hiszi, hogy egy nőnek végtelen libidója van. Érted? Órákon át tartó libidója. És néz a szerencsétlen, aztán megházasik, és kérdő, hogy ez nem erről szól. Elültettek a fejbe egy hazugságot. Mosolyogtok, fiúk, de hadd mondjak nektek valamit. Ha ebből nem szabadultok meg, nem lesz boldog, beteljesedett, harmonikus szexuális életetek a feleségetek. Ezt nem átokként mondom. Lehetőségük ki lehet belőle jönni. Szeretettel mondom neked, hazugságot ültet el. A másik, olyan erőket, és kockáztatom, démoni erőket szabadít fel benned, amik teljesen betorzítanak, eltorzítják, és abnormális viselkedésre serkentenek. Teljes abnormális szexuális viselkedéseket hoznak be az életedbe. Általában az ilyen férfiak nagyon agresszívek, nagyon türelmetlenek, nagyon nem tudnak várni, akik ilyesmiket csinálnak, nagyon durvák a házastársukkal. Miért? Mert abnormalitás felé tolja őket el. A harmadik, tárgyasítja a társadat. Tárgyát degradálja. A társad nem a társad lesz, hanem a szexuális vágyaidnak a levezetési eszköze. Egy ösztöntárgy, egy örömtárgy. Ez borzasztó. Ez borzasztó, hogy létezik házasságon belüli prostitúció. Amikor egy fér prostituál a feleségét, azért, mert pornográfia függő. Szex rabszolgával alacsonyítja a társadat. Negyedik, ötödik, igen. Megfoszt attól, hogy egy örülni tudja társadnak, és önfeledten átad magad neki. Megfoszt. Megfoszt ettől. Hát most legyünk nagyon őszinték. Lányok, vágytok te egy olyan férre, aki veletek van a házasságban, és közben máson ábrándozik? Felfogod, miről szól a történet? Hogy arról szól, hogy ti együtt kéne örüljetek, ő meg szilikonnal kitömött, nem tudom, miken gondolkodik, érted? Meg magazinokon, meg amiket össze-vissza nézett, meg látott.
tudom, miről beszélek. Soha nem voltam függő. Balesetszerűen találkoztam ezzel, ezt felvállalom. De retteteset roncsolt itt. És emlékszem arra, hogy mit jelentett az, amikor Isten megmosta az agyamat, a gondolataimat, a tekintetemet, a szívemet, és azóta a feleségem a legszebb a világon. Pedig biztos vannak szebbek, de azóta jó a legszebb nekem, érted? Ma a Biblia azt mondja, örülj az ifjúkorodban elvett feleségednek, nem? Ezt mondja. Örülj, nem azt mondja, hogy ne örülj, örülj! Élj vele boldogul! Na de hát ahhoz meg kell szabadulni ettől. Egy kis idézetet olvasok ebből a könyvből. Ajánlom nektek a szó pozitív értében melegen ezt a könyvet, ugye? A 157. oldalról olvasok egy idézetet. Így szól az idézet. Gyűrűk úra. Jó? Nem gyűrűk ura, gyűrűk ura. Őrizkedj az élősködőktől. Élősködő lehet bármi, ami rád vagy a társadra akaszkodik, és kiszívja az életet a házasságotokból. Az élősködők általában valamilyen függőség formájában jelentkeznek, mint például szerencsejáték, kábítószer vagy pornográfia. Élvezetet ígérnek, de kegyetlen korként áradnak szét benned, és egyre inkább felemésztik gondolataidat, idődet és pénzedet. Elrabolják hűségedet és szívedet azoktól, akiket szeretsz. A házasságok ritkán élik túl a paraziták jelenlétét. Ha szereted a társadat, akkor le kell számolnod mindenféle függőséggel, ami hatalmába kerítette a szívedet. Ha nem teszed, az fog téged tönkretenni. Ezt a könyvecskét 25 ezer példányban osztották ki Magyarországon házasságkötő hivatalokba. Mihalec Gábor, utólag tudtam meg, hogy az Adventista Egyháznak a házasság terapeutája, a könyv végig elhallgatja, hogy keresztény végig kimondja. De nagyon jó könyv. Szeretem, hogy gyakorlati módon beszél erről. Tehát ez már olyan sokat nem szeretnék hozzáfűzni. Úgy hiszem, hogy nagyon szépen elmondta, hogy miért kell ebből kijönni. Házasság előtti és házasságon kívüli szexuális kapcsolat a harmadik nagy kísértési terület. Azt mondod, jó van, jó testvér. Értem, ne vétkezzek magam ellen, ne legyek pornográfa függő, ne elégítsem ki önző módon a vágyaimat. Hát akkor ott a másik lehetőség, harmadik lehetőség, hogy hát akkor kapcsolatban teszem ezt, nem? Ugye? Tegnap már beszéltünk ezekről. Három dolgot szeretnék elmondani azoknak, akiket kísért az, hogy házasság előtt együtt éljetek. Ez is gyakorlati dolog lesz, konkrét. Az első, nagyon nagy kapcsolatot figyeltek meg a pszichológusok a szexualitás és a kommunikáció között. Minden párkapcsolatnak van egy időszak, amikor meg kell tanulni egymással kommunikálni, beszélgetni, feltárulkozni gondolatban és elmés és érzelmeink szintjén, megtanulni konfliktusokat rendezni, tehát a kommunikációnak az időszaka. És hadd mondjam nektek, a jegyesség az pont ennek az időszaka, az ismerkedés pont ennek az időszaka. És nem véletlen mondjuk azt, hogy várunk meddig? Meddig? A házasság kötésig. Mert a kommunikációnak ki kell épülnie, csúcsra kell járatni, az, hogy tudunk beszélgetni, beszélgetni, beszélgetni. Miért? És itt mondom el a házasság előtti szexualitásnak a nagy csapdáját, hogy nagyon sok fiatal, aki ezt nem tudja megvárni, megjelenik a szenvedély. Mielőtt még kialakult volna az egészséges kommunikáció, és nagyon sok fiatal megreked ezen a szinten, és nem tud túllépni. És sokan a kommunikációs problémákat szexualitással akarják megoldani, és az intimitás sérül, gellert kap. Tehát ezt meg kell tanulni. Az egyik veszélye, hogy megpecsételi a kommunikációt, nem alakul ki. A másik, azok, akik házasság előtt szexuális életet élnek, belefutnak abba, hogy olyan tapasztalatokat szereznek, hogy akaratlanul is hasonlítják a házastársukkal, és ez nagyon zavaró lesz majd később a házasságban. Én olyan pofon egyszerű, hogy mondjam, egyszerű dolgokat mondok nektek. Csak gondold végig józan, és nem, ez nem kell hívőnek lenni. Egyetemes igazság. Hát nem csoda. Képzeld el, hogy lehet úgy önfeledten, bocsánat, szeretkezni, hogy közben azon nagyod a társad, hogy vagyok-e olyan jó, mint a férjemnek az első, vagy előző párja, vagy kapcsolat. Hogyan tud a férjed felszabadni, mikor azon nagyja, hogy vajon vagyok-e olyan jó, mint a feleségem előző kapcsolat. Beletaszít
egy olyan teljesítménykényszerbe, ami megöli az intimitást. Egyszer egy gyülekezetben szolgáltam a tisztaságról, hozzám jött egy férfi, hát nagyon laza volt. Azt mondja, Samu, én értelek téged, tisztaság, tisztaság, értem. De mi volt, ha van esztétika érzékem? Én mondom magam, bátor ember vagy te. Mondom, mondd meg őszintén, a feleséget hányadik az életedben? Azt mondja, ötödik. Na mondom, itt van a kutya elásva. Itt van a kutya elásva. Ezért van neked olyan nagy esztétika érzéked? Mert öt embert akarsz összehasonlítani, ugye? Volt négy nőd, és most van a feleséged, és méricskéled őket, és van esztétika érzéked. Ameddig ezt te meg nem bánod, sírva, bűnbánattal. Ameddig nem kérdez, hogy Isteni, csinálj nagy takarítás, mossa át az elmédet, az érzésedet, mindenedet. Addig ne is álmodozz arról, hogy te tudsz egy beteljesedett életet élni a feleségeddel. Nagyon fontos ezt látni, hogy ennek nagyon nagy veszélyetnek. És itt valamit el kell mondjak. Ha vannak itt olyanok, akik házasságra készülnek, vagy már jegyesek, szeretek egy mondatot a Bibliába. Elhagyja férfi apját és anyját, sok mondatot szeretek. Ragaszkodik feleségéhez, és akkor van egy nagyon fontos mondat. Lesznek ketten egy testé. Nem azt mondja, onnantól kezdjük egy test. Lesznek ketten egy testé. Mikor jegyeseket gondozok, mindig elmondom, mikor már nagyon közel a házasság, és közelik a nász éjszaka, mondom, gyerekek, nem kell rohanni. A házasság az egy testé válásnak életre szóló művészete. Értitek? Statisztikák mutatják, hogy körülbelül fél év, meg egy év kell ahhoz, hogy egy férfi és egy nő, ha házasságban él, és nem kell féljen és rettegjen, igazán összehangolódik és összecsiszolódik. Hát mit kell rettegni akkor, nem? Egy élet van előttetek? Hát miért kell úgy sietni? Miért nem lehet megvárni a házasságot? Egy élet van előttetek? Ez azért fontos elmondjam, mert képzeld el, hogy a lányok testében havonta egyszer egy nagy hormonális háború dúl. Aztán minden gyerekvállalásnál változnak. Egy életművészet megtanulni együtt élni, egy testé válni. Következő kísérlet, és már nem tudom hányadik. Valaki számolja? Negyedik, jó. Pontozzuk a kísértéseket. Menjünk tovább, és hadd szóljak nektek arról, hogy az, hogy, bocsánat, ez még azért ide tartozik a házasság előtti kapcsolathoz, hogy nagyon fontos megtanulni, hogy tudjunk egymással kezdeni, mit kezdeni szexualitás nélkül is. És ezt megtanulni a házasság előtt. Itt megint olvasok egy idézetet, nem ez a könyvei jegyzete, megnyugtatlak benneteket, de van néhány dolog, ami nagyon elgondolkodtató. Egyik férfi kliensem így fogalmazta meg. A szülés után a feleségemnek begyulladt a gátsebe, amiatt sokáig nem tudtunk szeretkezni. Később gyermekágyi depresszióba esett, amiatt a szexet a háta közepére sem kívánta. Ha nem tanultuk volna meg a házasságunk előtt szexuál nélkül is kifejezni egymás iránti szeretetünket, nem tudom, hogy kibírtam-e volna ezt az időszakot. Egy győztes apuka írja ezt, érted? Megtanulni, kifejezni a szeretetünket, a tiszteletünket, a megbecsülésünket a szexualitásunk kívül, de ennek ideje van a házasság előtt. Következő kísértési probléma, terület, a virtuális világban rejlő kísértések. Nagy áldás az internet, nagy áldás lehet akár a Facebook, a Twitter, és minden jóra lehet használni őket, de óriási veszélyforrás is. Én nem vagyok egy guru, számítógépes analfabéta vagyok, de azt el kell mondjam nektek, hogy ugye elszomorít az, amikor látom azt, hogy keresztény fiatalok arctalanul randalíroznak az interneten. Arctalanul, inkognitóba hülyítik egymást.
flörtölgetnek, provokálják a másikat, azt mondják, hogy te add ki magad, de én az állevemen futok, jó? És így szeretnék megismerni, te ne tudd, hogy én ki vagyok. Na, te szeretnél ilyen arctalan emberrel megismerkedni? Olyan embert szeretnél, aki nem vállalja fel az igazi arcát? Olyan sokféle kísértés van, következmények nélküli játékok. És elfelejtjük azt, hogy a másik gép előtt, aki a billentyűket nyomogatja, az nem egy lélek és nem egy szellem, hanem az egy hús és vér ember, nem? Az egy nő, az egy fiú, az egy lány, ez egy ember. Mindig azzal hülyítik maguk az emberek, hogy hát de ez nem, hát ez nem bűn, hát miért lenne bűn? Megfigyeltem azt, hogy kismamáknak volt ilyen kísértése, több ilyen fiatalasszonyra beszélgettem, aki elmondta, hogy sokat kellett oda egyedül ülni a gyerekekkel. És ott volt a számítógép, és kialakult egy ilyen netfüggőség. És aztán feltűntött valaki, aki olyan kedves volt, olyan megértő volt, olyan bókokat eresztette, és akkor már is kész volt a csapda. Tehát nagyon figyeltek oda erre, hogy ez egy valóságos dolog. A paráznaság az nem az egymás ágyában kezdődik el. Jézus azt mondja, hogy menj a gyökerekre. Ha az indián megy a vízesés felé a folyón, és meghallja, hogy dübörög a vízesés, akkor nem azt mondja, míg megyünk 500 métert. Milyen közel mehetnék úgy a szakadékhoz, hogy ne zuhanjak le? Ha amennyi gyorsan csak lehet, kievez a partra, mert tudja, hogy a víz ereje lesodorja. Kedveseim, olyan erők vannak, olyan tüzek vannak, amik ha kiszabadulnak a házasságon kívülre, pusztítanak. Most meleg van, rossz a hasonlat, de mínusz 20 fokban jó házban kandalló előtt ülni, nem? Nincs kandallóm, nem úgy mondom, mint hogyha ott heverészgetnék. Pedig örülnék, ha lenne már egy olyan kéményes lakás, hogy bedurancsunk fába, de hát nincs. És ugye milyen jót melegedni, nem? Pattog a tűz, ugye? Na, de hogyha tetőszerkezeték, akkor is úgy ülünk, és azt mondjuk, hogy jaj, de olyan szép, olyan jó, kellemes. Rohan mindenki, menekül. És tudjátok, mit csinálnak ilyenkor az emberek? Kármentés történik. Lehetetlen a szexualitás tüzeit úgy égetni, akár virtuálisan is, hogy abból ne származik kár. Aki a keblében mondja Izsás, tüzet visz, az maga is megég. Nem úgy működik ám, hogy úgy, csak úgy lángolgatunk össze-vissza, azt nem lesz ebből kár, lesz kár. Vannak tüzek, amiket Isten a házastársi kapcsolatba szánt. Ne játszottak a virtuális világgal. Hú, nem tudom kiolvasni a saját írásomat, de most egy negatív értelemben fogalmazok egy tegnap igazságot. Tegnap azt mondtam, hogy a házasság előtti szakasz, ez a 10 év, ez nagy lehetőség, 15 év a hűségre, a tisztaságra. Most arról szeretnék szólni, hogy egy másik nagy probléma ebben a korban a hűtlenség begyakorlása, vagy beáratása. Úgy szokták mondani, hogy egyszerre több vasat tart a tűzbe. Probléma ez fiúknál is, de néha úgy érzem, hogy a lányoknak ez nagyobb kísértés. Tudjátok, mit jelent ez egyszerűen több vasat tartani a tűzbe? Hogy ez is szimpi, az is szimpi, hát az is szimpi, ezt is pirítgatjuk, azt is pirítgatjuk. Jó, ez már elégett, puf, be a tűzbe. Hó, ez még nem, ugye? Fogyasztjuk egymást. Gyakoroljuk magunkat a hűtlenségben. A tragédia az, hogyha te ebben gyakorlod magad most, attól, hogy odaállsz a templomba a lelkészed elé, és kimondod a boldogító igent, hogy életre szólóan, betegségben, egészségben, jó, rossz napokon, boldog állapotában te hűséges leszel, attól még, hogy te ezt a mondatot kimondtad, varázsütésre nem fog megváltozni az életed. Ezek csak levegőben mondott szavak maradnak. Ha te bejáratod most a hűtlenséget, a játszást, a komolytalanságot, és neked nem fáj az, hogy a másiknak fáj, ez később is el fogod ismételni. Jaj, téged bánt az, hogy megcsaltalak. Jaj, nem is tudtam, most sírsz. Jaj, hát na, erre is rájöttem.
Ja. Mekkora felelőtlenség. A hűtlenség begyakorlása, beáratása. Itt szeretnék valamit elmondani, hogy van szabadulás ebből a bűnből. Azt mondja talán Jeremiás, hogy csalárdabb a szív mindennél, javíthatatlan. Kedveseim, a szívünk kiismerhetetlen. Ezt csak mondom azok ki, akik nagyon szeretnek pálcát törni mások felett. Mindannyiunk szíve javíthatatlan és kiismerhetetlen. Isten azt mondja, hogy ő a szívek ismerője. A legszentebb hívőt is becsaphatja szíve. A legjámborabb keresztényt is becsaphatja szíve. Úgy hívják ezt, hogy kóborvonzaló. Nem az a kérdés, hogy a szíved nem csaphat-e be. A kérdés az, hogy te ezzel mit teszel. Mit kezdesz? Mit kezdesz ezzel? És Isten ezt nagyon jól tudta a Hóseás könyvében, mert arról beszél, hogy térj meg Izrael, Isten az Úr. Mert miért? A bűnöd miatt buktál el. Szóval, hogy lehet kijönni a hűtlenségből? Az első az, hogy Isten azt mondja, hogy kis barátom, hát mondd már ki, hogy bétkeztél. Jött hozzám egyszer fiatal pár. A feleség röhítselve mondta, a férj meg sírva, hogy a feleség összejött a kollégájával a munkahelyen. Nem történt még semmi nagy, csak a szíve már nem a férjét dobogatta, hanem a kollégáját. Tehát nem történt szó szerinti megcsalás. Ránéztem az asszony, és azt mondtam, na figyelj csak ide. Ameddig te erről röhítselve beszélsz, felejtsd el, hogy Isten ebből téged megszabadít. Ameddig ki nem mondod azt, hogy vétkeztem. Térj meg Izrael, Isten tudod, mert bűnöd miatt buktál el. Isten azt is látja, te már azt se tudjátok kimondani, hogy kell megtérni. Ezt is megmondom. Ha jöztök hozzám, ezeket a szavakat mondjátok. Azt jelenti, nem segít meg minket, lóra sem ülünk többé, csak nálad talál irgalmat az árva. Az Isten annyira szeret téged, ha hűtlen vagy, hogy azt mondja, tudom azt, hogy nem tudsz magadtól kijönni belőle. És te is mondod, de mit tegyek, itt van, nem tudom kiszedni, mit csináljak? Mit csináljak? Tépjem ki az érzéseimet? Mit tegyek? Egy dolgot tegyél. Mondd ki, hogy vétkeztél. És mondd ki azt, hogy Uram, nem ülök lóra, nem segít a Szíria, itt vagyok, két szék között a földön. El vagyok árvulva. A férjemet nem szeretem, a barátom meg már nem szeret. Mit csináljak? Tudod, mit mond az Isten? Ha te kimondod azt, hogy vétkeztél, és sírsz a bűneid felett, akkor mondd valamit. Úgy folytatódik, kigyógyítom őket, miből? Hűtlenségekből. Ezt csak Isten tudja megtenni. De meg tudja. Tehát, ha te most egy ilyen fajta ember vagy, aki játszol ezzel, hogy sok vasat égetsz a tűzbe, és már elég sok ember van mögötted, aki elég sokat sírt miattad, akkor Isten azt mondja, hogy térj meg. Térj meg. Mert ő az egyedüli, aki ki tud téged gyógyítani a hűtlenségedből. Már nincs sok, megnyugtatlak, jó? Bírjátok még? Biztos? Következő, mert nem számolom. Ti számoljátok. Nemi identitásunk torzulása. Ebben a korban kéne felfedezni azt, hogy a nő nő, a fiú fiú, a férfi férfi. És ebben a korban kéne megélni ezt. A férfi méltóságot, a nő méltóságot. Az identitást. A mai világban beszélnek arról, hogy van a nőknek egy elférfiasodása, és van a férfiaknak egy elnőiesége is. Egyszer azt mondtam, hogy lányok, nagyon stram, bátor, vállalkozó lány volt, hogy próbálj meg egy kicsit jobban nőies lenni. Próbálj nőként élni. Éld meg a női méltóságodat. Minden fiú fél tőled. Hát aki úgy vezeti vállalkozást, mint a akármi, az a férjét is úgy el fogja vezetni, mint annak a rendje. Hát te is sebezhető vagy, nőből vagy, nem? Nő vagy. Kedves lányok, a feminizmus hozta magával ezt, az elférfiasodás. És ennek van egy visszahatása a fiúkra. A fiúk meg kezdnek elnőjesedni, elbizonytalanni. Fiúk, örültek annak, hogy fiúk vagytok? Ma nem úgy, mint a zsidók, hogy hálát adok neked, Uram, hogy nem vagyok pogány, meg nő, ugye? Szóval nem így kell ennek örülni. De
De örülsz annak, mikor bejelentettük, hogy köszönöm, Uram, hogy fiúnak teremtettél. És köszönöm, hogy ez azzal jár, hogy szeressek életről, szóval valakit, megvédjem, gondoskodjak róla, a gyermekeimről majd. Köszönöm. És mint lány, tudsz-e úgy nézni a tükörbe, hogy köszönöm, Uram, hogy nőnek teremtettél. Hadd mondjak el egy érdekes dolgot, a lányok a női méltóságot az apukájuktól tanulják. Majd ha apák lesztek, dicsérjétek meg a lánygyermekéteket. Jól esik majd nekik. A női méltóságot a lánygyermekek az apukájukból merítik, viszont a női szerepet az édesanyjuktól tanulják. Tehát ők azt látják, hogy anya jól érzi magát, mint anya, akkor azt mondják, hogy érdemes anyukának lenni. Ha azt látják, hogy anya jól érzi magát, mint feleség, azt mondják, érdemes feleségnek lenni. Ha azt látják, hogy anya nagyon rosszul érzi magát, mint feleség, mint anyuka, azt mondják, hogy hú, hát akkor ez nem jó. A szerepet az anyukátoktól tanuljátok, jó baptista elrendezés, ugye? Ott azért van egy kis, van egy kakuktojás. Ugye? Viszont a méltóságot az apjukból merítek. Fordítva is. Feleségem mondta egyszer azt, mikor beszélgettünk valakiről, aki nagyon nem tud megnősülni, hogy a legnagyobb a kár, amit egy anya fia ellen elkövetett, az, ha elnyomja a férjét. Nagyon sok fiú azért nem tud megbirkózni azzal, hogy férfi, és miten fiúnak lenni. Egy olyan csap nőtt fel, ahol az apa mindig el van nyomva. És nem tudja megélni az apa a férfi szerepet. De ezek nagyon fontos dolgok. Mondok erre néhány bibliai példát. Akháb Jézabel, egy tipikus példa. Akháb, egy ilyen puhány papucs. Nem jön össze a Nábótól az üzlet, megy haza, jelent. Mi a baj, Akháb? Nem adta ide Nábót a szőlőt. Nem baj, drága aranyom, elintézem én majd neked. Ugye? Megoldjuk majd. Ugye? Jézabel azt csinál, amit akar. Kinyíratja az Úr prófétáit, kiírtja őket, Illés meg 100 ember kivételével, importálja Baál meg Asera papokat, 850-t hoz be az országba. Úgy tesz minden, mint ő lenne a király, nem? Pedig ki a király? Akháb. De Akháb egy nőies férfi, Jézabel meg egy férfias nő. De ugyanez elmondható Absalomról meg Dávidról. Itt szembeállítom Absalom meg Dávidot. Absalom a szép fiú. Mondja is az éget. Tetőtől talpig nem volt benne sem hiba. Olyan hajkoronája volt, hogy lehetett mérlegen mérni. Nem mázsán csak, ugye egyébként. És ilyen volt Absalom, a szép fiú. És tudjátok, milyen volt Absalom? Randalírozott. Voltak szekerei, barátai, 50 fiatal ember állandóan jöttek, mentek. De amikor háborúba kellett menni, akkor bepisilt. Tehát nem olvasunk arról, hogy ő a háborúba menne, mint az apja. Az apja hol szerezte a férfiasságát? Hát, hogy mondjuk Góliáttal szemben, nem? Meg a medve, meg az oroszlán, meg egyebek. Absalom, míg a színpadon kell mozogni. Hogy mondjam, míg a parádé kell, a látvány, a show, na arra nagyon jó. Mind elküldenem őket ide a tévébe szerepelni, az Absalomokat, odavalók. Mutasz neki kisbicskát, azt... Érted? Szép fiú. Szóval tudjátok, nem a számítógép is játék előtt kell nagyon bátornak lenni. Nem ott kell bátornak lenni, ott könnyű. Sokszor így megállok, és nézem őket. Vannak ilyen jó szórakozások. Szóval... Nehogy elszórakoznák azon, hogy egy fotballmeccsen nem mutassanak semmit a pályáról, csak a nézőkből. Ugye, ez a mai férfi, ugye? Sör, gól! Kell egy kilométer szaladni. Tudom, hogy kicsit durva vagyok, meg túlzok. De néha talán segít a túlzás is abban, hogy kijöjjünk abból. Következő kísértés... Az önzés és az egoizmus rögzülhet. Ez az a kor, amikor meg kell tanulnod azt, hogy ne csak magadért élj. Ha te ebben a 10-15 évben csak azt tanulod meg, hogy minden pénzt magadra költesz, hogy nem tudsz megtakarítani, hogy nem tudsz tervezni, ezt fogod vinni a házasságba. Tehát most ebben a korban az egy kísértés az, hogy az önzésed rögzül.
Mert ugye kire küldheted? De mondjuk vannak testvéreid, nem? Vagy vannak szüleid? Vagy vannak elesettem, akit Isten rá akar bízni? Van most egy egyedülálló asszony a gyülekezetünkben, várja az Isten megoldását, rengeteget szolgál. Olyan teljes életet él, és legutóbb elmondta azt nekem, hogy tudod, még nem mondtam el neked. Egyszer jön hozzám egy lánykával, aranyos leányzó. Köszönök, kiderült, hogy megtért. Hol laksz? Zavarba van, nem mondja. Gyere ifjúságira, még jobban zavarba jön. És akkor megsúgja nekem az asszonyunk azt, hogy tudod, el kell mondjak valamit. Az a leány, akivel láttál a múltkor, azt én a börtönben látogatom. Az apja bántalmazta, molesztálta rengetegszer, és ez a lány kétségbeesett, nem tudott más csinálni, olyasmit csinált, ami börtönbe került. És az asszony minden héten megy be vele angol tanulni, és kiengedik ezt a lánykát, egyetemet végez színjelesen. Szóval hadd mondjam azt nektek, hogy ez a kor nem azt jelenti, mindent magamnak, meg mindent nekem, meg mindent magamra kenek, meg mindent magamnak veszek. Tudjátok, hogy mennyi szép dolgot lehet csinálni a korban? Hogy lehet teljes életet élni? Utolsó, jó? Utolsó. Van sokkal több, de megállunk. A másik nagy kísértés a kétségbeesés. Eltelik az idő. Vén kis asszony maradok. Itt maradok. Nem. Aglegény. Szeretem azt az igét, mikor azt mondja az apcse, hogy bementünk Fülöp evangélista házába, akinek volt 4 hajandon lánya, aki mit csinált? Profétált. Nem azt mondja, hogy volt 4 vén lánya. És nem azt mondja, hogy volt 4 vén kisasszonyom. Tudjátok, mit mond? Olyan szép. 4 milyen? Hajadon lánya. Gyanítom, hogy azért nem voltak a nagyon fiatalok ezek a hajadonok, de... De nem azt mondja. És figyeljétek azt, hogy milyen gonoszok vagyunk mi. Ha egy lány már 25 éves, vagy 26-27, hát, ugye... Pedig nem. Nem. Hajadon. A Biblia nem tesz sértő, megalázó megjegyzéseket a 20 és a 30-asokra. Nem tesz. És te se tegyél magadra. És mi se aggassunk egymás ilyen bélyegeket, hogy aglegény meg vékisasszony. Pál nem azt mondja, hogy én Pál az aglegény, hanem azt mondja, elhívott apostol, az Úr Jézus szolgája. Ez szebb, nem? Mint egy megkeseredett aglegény. Tehát a kétségbeesés. Nagyon sokan, és ezt nagyon kérlek szívlejétek meg itt a legvégén, főleg a 30-asok, kétségbe esésből ne házasodjatok meg. Isten a házasságot nem arra találta ki, hogy kétségbeesésből belemenekülj. És azt mond, hát, ha már itt maradtam, mindegy, kijön az első fiúhoz, hozzámegyek. Miközben jobb élni, mint égni, de szeretném elmondani, jobb egyedül élni, mint házasságban, pokolban élni. Jó? Ezt is jegyezd meg. Nagyon sokan kétségbeesésből házasodnak meg. Elmondok egy kísérletet. Kísérleteztek a patkányokon. Ez egy rossz hasonlat. Na, a hasonlat arról szól, hogy kísérleteztek a patkányokon, és ugye megszülettek a pici patkányok, leválasztották őket az anyukájukról, hogy mondjam, nem tudom másképp kifejezni, nem értem a szakzsargont ezen a területen. És akkor elkezdték őket simogatni és etetni mesterségesen, és akiket simogattak, azok olyan szépen nőttek, hogy csak annak a rendje. Aztán voltak olyan kicsi patkányok, akiket nem simogattak egyáltalán, csak etették, minden pusztultak és meghaltak. És most kapaszkodj meg, voltak patkányok, akiket elektrosokkal stimultáltak és bosszantottak, és majdnem ugyanúgy nőttek, mint azok, akiket simogattak. Mi a tanúság az illusztrációnak, a kísérletnek? Hogy nagyon sok ember van ma, aki kétségbeesésében férhez megy, vagy megnősül, mert azt mondja, hogy félek egyedül maradni, és bármit kész vagyok bevállalni. Még a szenvedést is,
még a megaláztatás is, még az, hogy megverjen a férjem, még azt is, hogy szígyjon, hogy alkoholizáljon, bármit megtehet. Mert jobb szenvedve élni, mint egyedül. Biztos? Biztos? Na kérdezd meg azt, aki abban él. És elkezd mondjam nektek, hogy könnyű azt mondani, hogy ez válást Isten gyűlöli, mert igaz, hogy gyűlöli, és én is kimondom. De amikor azt látod, hogy gyerekek és családok veszélyeztetettek valamelyik fél miatt, ott néha valamit tenni kell. Nem elég, hogy mondod, hogy hát drágám testvér, az Úr azt ígért, hogy megőrözte, halljál meg békében, és legyél boldog. De miért mondom ezt el nektek? Azért mondom el, mert a kétségbeesés az nem jó motiváció. Lányok, ez az, amikor a lányokat becsapja az anyai ösztönük. Minden nőbe és lányba Isten elhelyezett egy anyai ösztönt. És nagyon sok lány, amikor kétségbe esik, hogy nem tud férhez menni, összetéveszti a szerelmét, a szeretet és a szerelem érzését az anyaság érzésével. Látsz egy olyan aranyos, kedves kis fiút, és azt mondod, hogy én ennek a gondját fogom viselni. Gyere, drágám, hömpölyög ide. Ó, falatkám, hadd kenjem meg neked azt a kicsi szendvicsedet. És úgy eljátszod az vele, mint egy kisgyerekkel. Ugye? Csak egyszer eljön egy nap, amikor lesznek gyerekei, és azt mondod, hogy hoppá, hát ezeknek a gyerekeknek apára lenne szükség. Nem? Tehát nagyon fontos az, hogy ne kétségbeesésből tegyétek ezt, és akkor utolsó kis intermedző ebből a könyvből, megírtam az oldalszámot, talán, beírtam egy néhány esetet, amire nagyon figyeltek oda. Amikor kétségbeesik az ember, akkor a következő hibákat követheti el. Az a cím ennek a fejezetnek, amikor a dolgot érdemes még egyszer végiggondolni, hogy legyen ebből házasság vagy sem. Egyik, csak néhányat említek meg. A pár közvetlenül egy súlyos veszteség után találkozik, vagy köt házasságot. Magyarán gyász, vagy valami nagy betegség, vagy nyomorúság, vagy lelki trauma ért, és valaki oda szegődik mellé, és elkezd téged vigasztalni. És barátként van melletted, vigasztaljátok egymást, és egyszer csak úgy azt vesztek észre, hogy itt többről van szó, mint baráti kapcsolatról, és megházasodtok, és menet közben kiderül, hogy de hát mi csak barátok voltunk. Tehát a kétségbeesett krízis helyzetek katalizálják sokszor rossz házasságokat. Kettő, a házassági szándékban közrejátszik az egyik fél vágya, hogy elhatárodjon származási családjától, vagyis attól a családtól, amiben felnőtt. Hadd mondjam nektek, vannak olyan családok, amik pokol. Hát ha van olyan család, hogy lányt megerőszakolt az apja, az nem pokol? És a szerencsétlen szeretne kimenekülni ebből, kilépni, és minden madzagot, kötelet megragad, hogy kiemelkedjen ebből. Na most ez az, amikor kétségbeesésből házasodik a fiatal. És nem érti azt meg, hogy talán jó lenne házasságon kívül önállósodni, albérletbe menni, önállósodni, hogy ne tegyem ki magam annak a szenvedésnek, ami otthon van. Tehát ne egy menekülés útvonal legyen a házasság. Egyik fél, mindkét fél túlszorosan vagy túlazán kötődik a származási családjához. Nem bontom ki. Na, nem sorolom fejét az összeset. A lényeg az, hogy kétségbeesésből nem szabad. Aztán a pár a házasság kötés előtt 6 hónapnál rövidebb, vagy 3 évnél hosszabb időn keresztül ismerkedik. A 6 hónapnál rövidebb az nagyon sokszor életlen kapcsolat, és a 3 évnél hosszabb az azt jelenti, hogy itt valami nyűgölődik, itt valami nem akar megszületni. Azt mondják, hogy hosszú betegségnek halál a vége. Aztán, amikor az esküvő család és barátok nélkül történik. Tudod, milyen furcsa? A te anyád, a te apád nem tudják egymást befogadni. És bántják egymást. De én téged őrülten szeretlek. Csak anyádat nem szeretem. Meg apádat, meg a tesóidat. De egyébként téged nagyon szeretlek. Tehát ezek azok a helyzetek, amik nagyon figyelmeztetőek. Tehát kétségbeesésből nem szabad. Nem szabad. És még egy utolsó. Egyik vagy mindkét fél azt vallja magáról, hogy boldogtalan gyerek vagy fiatal kora volt. Ez a tegnapi helyzet, amit mondtam, hogy a házasság nem arra való, hogy gyógyítsuk magunkat. Gyógyulunk, az biztos, én is rengeteget gyógyultam, de Isten gyógyított meg előtte.
Pálegyi Ferencnek van ez a klasszikus mondása, a Biblia nem mondja sehol azt, hogy boldog a házasok, hanem azt mondja, hogy két boldog ember házassága lehet boldog. Ezt kívánom nektek. Köszönöm a türelmet, a figyelmet, hogy Isten áldjon meg.